más szelek fújdogálnak Európában, mint 2015-ben, akkor a magyarokat még inzultálták, hogy megvédtük a határainkat. Erről beszélt Orbán Viktor a visegrádi kormányfők találkozóján Prágában. A miniszterelnök azt mondta, általánossá vált Európában az illegális bevándorlással szembeni magyar álláspont. Elemzés következik most, ismét Titanillának adom át a szót, parancsolj! Janik Szabolcsal beszélgetek a következő percekben a Migrációkutató Intézet igazgató helyettesével. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi a helyzet most a görög határon? Ugye hatalmas pénzeket mozgosít az Európai Unió. Azt mondják a szakértők, a görögök, ha akarják, akkor meg tudják védeni a határt, de azért vannak ellenvélemények is, akik azt mondják, hogy a 2015-ös nagy hullámhoz hasonló migrációs áradat is következhet. Kezdhetjük a végéről, az utóbbihoz minden adott, hiszen megvan az a potenciális bázis, aki most elinduljon Törökországból. Ez egyrészt kap egy friss impulzust is a Idlib tartományból, ugye Szíriából azért tudnak átjutni most is emberek, és hát sokan vártak feltehetően arra, hogy egyszer csak legyen egy ilyen határnyitási lehetőségű előttük, és megpróbáljanak átjutni Görögországba. Tehát ez a része adott. Azt hiszem, hogy nyilván az a döntő, hogy mennyien tudnak effektíve odajutni a határhoz és átlépést megkísérelni. Itt különböző számokat lehet hallani, tehát a törökök oldaláról már napok óta 100 000 fölötti szám az, ami forog a sajtóban, míg a görögök azt mondják, hogy néhány tízezres próbál, vagy egy-két tízezres próbálkozás szám volt eddig. Nyilván a kettő együtt nem lehet igaz, de hogyha megnézzük a felvételeket, az jól látszik, hogy bizonyosan nagy tömegek azok, akik szeretnének vagy tengeren, vagy szárazföldön átjutni. Kérdés az, hogy Görögország hogyan tudja például ezt a első körben megítélt 350 millió eurós összeget felhasználni hatékony határvédelemre. Görögországban vagy Törökországban körülbelül 3,5-4 millió menekült van jelen pillanatban. Ennek a tömegnek mekkora része akarhat Európába jönni? Egy jó részük félhetően nem. Kialakított egy életvitelt, munkát talált akár a fekete piacon, akár hivatalos foglalkoztatásban Törökországban. Egy részük bizonyosan várta, hogy konszolidálódjon a helyzet saját hazájában, visszatérhessen, és hát biztos van egy olyan részük, aki továbbra is ezt az álmot dédelgette, hogy valahogy Nyugat-Európába eljusson. Őnekik most ez egy jó hívószó volt. Talán nem tévedünk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy ők több tízezeren, az esetben néhány százezeren is lehetnek. Tehát ez a tömeg, ha egyszerre gondolja ezt, mert most itt a jó lehetőség, akkor az azért nagyon komoly kihívással állítja majd Görögországot. Szóval arról is, hogy a Frontex is besegít Görögországban, nekik milyen feladatuk lehet, miben tudnak segíteni? Így van, most az Európai Bizottság javasolt egy létszámemelést, ugye több mint 500-an voltak eddig is, akik Frontex részéről segítették a görög hatóságok munkáját. Azt hiszem, hogy a határellenőrzéstől kezdve a különböző intézkedések foganatosításáig bezárólag itt széles a tárház. A Frontex jelenléte mindenképpen hasznos, és egyébként ez egybevág azzal is, hogy elfogadott döntések értelmében 2027-re egy 10 000 fős szervezetté szeretnék tenni a Frontexet, amely állománynak egy jelentős része egyébként határigazgatási, határvédelmi feladatokat látna el, mindegy kiegészítve egyébként a tagállami nemzeti hatóságokat. Ha csak a legalacsonyabb becsléseket nézzük, akkor is több tízezren juthattak át ezen a határon. Ők itt fognak megjelenni, mondjuk a balkáni útvonalon, és előbb-utóbb mondjuk a magyar határnál? Ilyen szempontból is nagy kérdés az, hogy Görögország mire lesz képes, hiszen legyünk őszinték, hogyha nagyon sokan bejutnak mondjuk elsősorban a szárazföldi Görögországra, akkor onnantól ő előttük már könnyebb lesz a mozgás fölfelé a Balkánon. Nem feltétlenül mondjuk Bulgária felé vagy Macedónia felé, ahol tudjuk, hogy vannak fizikai határzárak, akadályok, de mondjuk Albánia felé például meg lehet próbálni felfelé jönni, és legyünk őszinték, hogyha ez egy több ezres tömeg, akkor a kis nyugat-balkáni államok nem valószínű, hogy ellen tudnának állni egy ilyen típusú nyomásnak, és akkor egy ilyen forgatókönyv esetén néhány nap alatt, egy-két hét alatt megjelenhetnének komolyabb tömegek mondjuk Boszniában, Szerbiában, és hát akkor onnan már Magyarország határa sincs messze. Magyarország kezdetektől fogva a külső határok védelmét szorgalmazza, és most úgy tűnik, hogy az Európai Unió vezetői és az egyes tagállam vezetői is azt mondják, hogy ez a megoldás. Ha megnézzük a most legfrissebb elfogadott például belügyi tanácsi nyilatkozatot, abban is ott van ez a mondat feketén-fehéren, hogy a határokat meg kell védeni gyakorlatilag, de ugyanezt kommunikálja valóban a bizottság elnök és egyéb vezető uniós tisztségviselők. Azt hiszem, hogy végre ebben van egy konszenzus, talán kijelenthetjük, hogy ez az elsődleges, biztosítani kell Európa külső határait. Úgy tűnik, hogy ez hosszú utat kellett bejárni az európai döntéshozóknak, tehát kellett hozzá 2015, kellett hozzá 5 év, vagy eltejen, és úgy néz ki, hogy most kell még egy éles helyzet, de azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat.
dicséretes, hogy most egy ilyen típusú konszenzus ki sikerült alakítani. Az Európai Bizottság migrációügyi biztosa azt mondta, hogy strukturális és fenntartható megoldásokra van szükség a migráció kezelésében, és azért hamarosan várhat, hogy a bizottság le fog tenni az asztalra egy migrációs paktumot, javaslatot. Mit tartalmazhat ez a javaslat? Melyek lesznek a főbb elemek? Lehet ezt tudni? Ezt már megígérte az új bizottság, hogy a következő hetekben ki fog mindenképp jönni egy ilyennel, csak most ugye az események mögé gyorsultak, és most hirtelen még fontosabbnak, még sürgősebbnek tűnik. Bizonyára akar majd ez a javaslat mondani valamit a dublini rendszer reformjáról, hiszen ugye az jelenti a kulcsot, hogy a EU frontországaiba belépő menedékkérők kérelmeit kidolgozza föl, hogyha mondjuk bejebb jutnak, hova küldjék őket vissza. Tehát ez nagyon fontos részletszabályok. Én azt gondolom, hogy ez a javaslatcsomag mindenképp rögzíteni fogja azt, hogy a külső határokat meg kell védeni, de ha már kialakul egy ilyen szükséghelyzet, vészhelyzet a külső határokon, akkor arra valamilyen méltányos teherelosztásra tesz javaslatot. Engem nagyon meglepne, hogyha a kvóta bármilyen kontextusban visszakerülne, vagy legalábbis az legfeljebb önkéntes lehet egy ilyen javaslatcsomagban. Meglátjuk, hogy mit fog tartalmazni. Most az látszik, hogy itt azonnali cselekvésre van szükség, hiszen van egy krízishelyzet megint, de hosszabb távon például Törökország nem kihagyható abból, hogy itt valamilyen nyugodtabb megoldás, nyugodtabb időszak jöjjön. Én olvastam egy ilyen megfogalmazást, hogy az Európai Unió migrációs stratégiai gyakorlatilag arról szólt, hogy lefizetett egy országot sok-sok milliárd euróval, hogy ne engedje tovább a menekülteket. Mennyire kellett volna ezt az 5 évet felhasználni arra, hogy mondjuk felkészüljön Európa arra, hogy akár a törököknek elege is lehet, vagy ezt nem annyira vették komolyan? Én megengedőbben szoktam fogalmazni, én úgy szoktam mondani, hogy kiszervezte az Európai Unió saját határvédelmét itt a görög-török relációban. Én azt hiszem, hogy valószínűleg sokkal többet lehetett volna tenni az ügy érdekében, elsősorban ugye a frontországoknál, hiszen például Magyarország is külső határ, kicsit északabbra, de ő sok mindent megtett azért, hogy ez a típusú ellenőrizetlen tömeges áramlás ne történhessen meg a jövőben, vagy ne olyan könnyen történjen meg, mint ahogy 15 nyarán őszén láttuk. De Görögországban például ennél bizonyosan sokkal többet lehetett volna tenni. Én azt hiszem, hogy ezt a mulasztást most részben, mintha megpróbálná pótolni a közösség, meglátjuk, reméljük, hogy hatékonyan. A törökökre mennyire igaz, hogy egyfajta csiki-csuki játékot játszanak? Törökországot akkor tudjuk megérteni szerintem ebben a helyzetben is, hogyha nagyon sok változót beengedünk a képletbe, tehát itt most nem arról van szó elsősorban, hogy Törökország mindenképpen ki szeretne szúrni az Európai Unióval, hanem látni kell, hogy Törökország milyen geostratégiai, milyen geopolitikai érdekek mentén mozog a térségben, és ebben egy kétségkívül fontos, és Európa szempontjából legfontosabb szelet a migrációs kérdés, tehát Törökországnak elég más problémája és megoldandó ügye is van. Jól látszik, hogy az idlibi események lehettek az utolsó olyan láncem ebben a sorozatban, ami miatt Törökország és elsősorban Erdoğan elnök így döntött, hogy most ezt meglépi. Felmerült egy olyan probléma, hogy ugye források, amelyeket arra költöttek, hogy a migrációt fékezzék, megakadályozzák, vagy a határvédelmet erősítsék, azok például NGO-khoz kerültek. Ennek mi volt az oka? A nagy támogatási csomag, amit például Törökországnak... Igen, tehát felmerült itt, hogy NGO-k kaptak pénzeket, tehát nem a török állam. Ugye itt valószínűleg az történt, hogy ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásába bevontak olyan szervezeteket, amelyek ott vannak a terepen, például a szír menekültekkel, tehát az elköltés, ez ugye egy ekkora összegnél értelemszerűen nem tudja kizárólag a török állam végezni, hanem ez megfelelő pályáztatással, bevonással történt, tehát ez csak is így lehetséges. Nyilván ezeket az összegeket arra adta az Európai Unió a 16 márciusi megállapodás értelmében, ennek a 3,5-6,7 millió embernek segít. Janik Szabolcsnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.